hőtágulás. A következő kísérletben megvizsgáljuk, hogy a folyadékok hőtágulása függ-e az anyagi minőségtől. Az egyik lombikban alkoholt öntöttem, a másikba vizet, egy kis üvegcsövet tettem a dugókba, és akkor ugye most megfigyeljük, hogy hogyan is áll az üvegcsőben a folyadékok szintje, egyik, illetve a másik esetben, és mind a két lombikot beleteszem meleg vízzel telt üvegkádba, és akkor figyelem, hogy hogyan fog változni a folyadéknak, tehát ebben az üvegcsőben a folyadék szintje. Ugye nagyon szépen látszik, hogy ugye a bal oldali az alkohol, a jobb oldali a víz. Ugye hirtelen ugye növekszik. Tehát szinte azonnal, amikor beletettem a folyadékba, vagyis a meleg vízbe, ezeket a lombikokat az alkoholban elkezdett felkúszni a csőben a folyadékszint. Ugye a folyadék szint változása mutatja a térfogat változást, tehát megállapíthatjuk, hogy ugyanolyan hőmérséklet hatására az alkoholnak nagyobb a hőtágul, tehát az alkohol jobban reagált, tehát térfogata nagyobb mértékben növekedett, mint a vízé, ugyanis nagyobb a hőtágulási együtthatója az alkoholnak.